G. Németh Erzsébet már itt is van a stúdióban, kezét csalkam, jó reggelt kívánok. Frissen, üdén. Azt nem mondanám, hogy frissen, mert ez a hajlódjelés. Akkor bizalommal tele, ez biztos, ugye? Hogy ez biztos, milyen önök iránt, igen. Na, mert hogy milyen fantasztikus lesz majd a következő 4 év politizálás is ellenzékben. Hadd nem mondjak erre semmit most. Én is szoktam így érezni néha Robival. Na, hát azért... Nehéz lesz mindenkinek, elsősorban az országnak. Nagyon nehéz lesz ez a következő 4 év. Ami viszont nagyon nehéz. Sajnálattal vettük tudomásul, idézek, hogy a civilek visszavonták népszavazási kezdeményezésüket a római parti mobilgát ügyében. Így a budapestiek egyelőre nem dönthetnek referendumon a csillaghegyi öblözött árvízvédelméről, mi történt. Egy magánszemély adott bekezdeményezést, ami mellé az összes ellenzéki párt odaállt, és támogattuk azt, hogy a népszavazáson dönthessenek a budapestiek arról, hogy hol épüljön ez a bizonyos mobilgár. Mekkora lent siker a parton, volt, hogy átcsúszott? Így van, lent a parton, vagy pedig, igen, ahogy az ellenzéki pártok gondolják, a Nálási út királyok útjánál. És ha amennyire én tudom, valami jogi probléma akadt itt a népszavazás kezdeményezés kapcsán, és ha jól értettem, akkor a magánszemély rosszul értelmezte azt, hogy mikor kell elkezdeni az aláírásgyűjtést. Ugye itt 30 nap van 138 ezer érvényes aláírás összegyűjtésére, és tulajdonképpen mire belekezdhettek volna a pártok, civil szervezetek, zöld szervezetek, mert itt egy nagyon-nagyon széles összefogás volt ebben az ügyben, addigra kiderült, hogy tulajdonképpen a határidő lejárt. Azért ez nagyon nehéz elképzelni, nem Robi? Tehát egy ilyen ügyben eleven nincs olyan, hogy magánszemély. Tehát emlékszünk, amikor a kopaszok ott voltak, és ott ült az idős hölgy. Ő sem egy magánszemély volt, hanem egy ügynek a képviselője. Itt egyértelműen egy magánszemélyről van szó. Legalábbis azok az ellenzéki pártok, amelyek részt vettek volna ebben az aláírásgyűjtésben, közülünk senki nem ismerte őket. De én fontosnak is tartom, hiszen most itt egy olyan ügyről van szó, egy olyan környezetvédelmi, zöld ügyről, amiben teljesen egyértelmű és érthető, hogyha egy magánszemély úgy gondolja, hogy neki ez nem tetszik. Anélkül, hogy tényleg ezzel elhúznánk a beszélgetésünk idejét, hogy lehetséges az, hogy van egy területe a fővárosnak, amivel kapcsolatosan a gyerekek, ez abszurd nonsense, ennyi idő alatt városokat építenek fel szárta a világon, nem pedig, hogy mondjuk a római parton például mi legyen a gáttal, legyen a népszavazás, milyen fákat vágjanak ki. Tulajdonképpen az elmúlt évek politizálása, hogyha fővároson belül nézünk különböző területeket, ez az ügy, a római part ugye megtalálható. Igen, mert ez egy olyan emblematikus ügy, amit azt gondolom, hogy a főpolgármester, ha akart volna már az elmúlt 8 évében, akkor megoldhatott volna. És még ugye az a hab a tortán, hogy nem ez a legveszélyesebb árvízvédelmi szempontból ez a terület, ez, ha jól emlékszem, a rangsorban talán a harmadik vagy a negyedik, uh-huh, vannak ennél érzékenyebb pontjai is a városnak. Hát de hányszor beszéltünk igazából, a stúdióban erről? Ezerszer. Igen, igazából azért annyira fontos ez, mert ez az utolsó természetes Dunapartja a fővárosnak, és ha itt rosszul lépnek, rossz megoldást találnak, akkor ez a Dunapart eltűnik a budapestiek számára. Tulajdonképpen, Robi, lehet, hogy még szerencse is, hogy ez nyilván nem történik elkapkodott döntés, mert addig is rendben figyelj, van a part. Én azt mondom, hogy az átlagosnál többet foglalkoztam ezzel a témával a munkám miatt, de még én sem látok tisztán azt, hogy mondjuk itt milyen védműre lenne szükség. Hát egyik szakértőt cáfolja a másik szakértőt. Ez a probléma, hogyha itt lehetne egy olyan megoldást találni, amit nem a politika, nem az ottani ingatlan befektetők érdeke befolyásolna elsősorban, hanem tényleg a természetvédelem, az árvízvédelem, akkor szerintem ezen gyorsan túl lehetne lendülni. Képviselőasszony, nem akarom tényleg visszaterelni az első percre a beszélgetésünk kezdéséhez, mégsem a tematikát, de muszáj lesz, hadd olvassak föl egy pici részletet a tegnapi miniszterelnöki beiktatással kapcsolatosan. Én ezt fontos érzem. Ugye sok fontos dolgot miniszterelnök úr, például azt, hogy minden bizonnyal egy húron pendülnek az emberekkel, ezért nem 4, nem 10, hanem 12 évre tervez Orbán Viktor, és akkor még idézném. Aztán megvan neki, nem? 4, 8, mostantól kezdve 12 évre. Következő, még újabb. Értem. Azért egy húron pendülnek velünk, és idézet következik, most, hogy eskümet letettem, a nemzet minden egyes tagjának, mind a 15 millió magyarnak külön-külön és együttesen is saját lelkismeretére hivatkozva megerősítem, hogy minden cselekvésemben nemzetünknek és országunknak, a magyar embereknek
a magyar érdekeknek és a keresztény értékeknek szolgálata fog vezérelni. Így zárta a beszédét Orbán Viktor. Nem mondtam olyan szépen nyilván, mint ő, mert nem. Nem akarom elviccelni a dolgot, de azt gondolom, hogy Orbán Viktornak tényleg, úgy, ahogy Bombera Kriszta mondta, volt már 12 éve. Tehát ha ő jót akarna a magyaroknak, jót akarna Magyarországnak, akkor lett volna módja ebben az ügyben tenni valamit. Ebben a beszédben nagyon, vagy erről a beszédről nagyon árulkodó az, hogy sem az oktatás, sem az egészségügy szó el nem hangzott ebben a beszédben. Ez így van, ettől függetlenül a Demokratikus Koalíciónak az a véleménye, hogyha valaki nem kormányozni akar, nem szolgálni akar, hanem uralkodni akar, ezzel a még 12 évig itt maradok című megjegyzésével, akkor ezt előbb-utóbb el fogják kergetni. Azt gondolom, hogy az a választás, ami nem volt sem szabad, sem tisztességes, ott nem lehet azt mondani, hogy a miniszterelnöknek jár még ezután 12 év. Közben azt nyújtom neked a lapokat. Látom. Melyiket szeretnéd húzni? Meghagytad nekem a Bors magazin. Liptai Klaudia majd férhez megy. Ezt most nem szemnézzük. Ja, bocsáss meg, a Népszavát adom. Magyar Idők konzervatív közéleti napilapot megnyerted. Meg. Egyébként elárulok neked egy kulisszatitkot. Általában, sőt, 99%-ban a Magyar Időket én szoktam a lapszemlézni. Amikor a Tudkóval vagyunk párban, én szoktam. Rendkívül szórakoztató. Na, most látom, hogy Soros György, Magyar Idők címlapján, Soros György, Románia hálózat építése, hoppá. Daniel Dragomir, a román hírszerző szolgálat egykori tisztje szerint a korrupciós ügyvédség, nem ügyészség, bocsánat, a Romániában működő úgynevezett párhuzamos állami megerősítés fáradozik, és Soros György érdekeit képviseli. Akkor úgy tűnik, hogy azért tényleg ez már egy európai hálózat, amit Soros György képi. Hogy bírod ezt ilyen fapofával, Robi? Hát, mindig elnevetem magam. Műsorvezető vagyok. Igazad van. Azt gondolom, hogy ez tényleg borzasztó, hogy Magyarországon ezzel is így kell foglalkozni. Ezt az egész választást Orbán Viktor ezzel a mérhetetlen félelem és gyűlöletkeltéssel nyerte meg. Ugye az előbb arról beszéltünk, hogy még 12 évre tervez. Én nagyon bízom benne, hogy az emberek előbb-utóbb felébrednek, és megértik azt, hogy semmi más ez a Soros, Brüsszel, migráns hármas kérdéskör, mint hogy annak a félelem, az emberek félelemben tartása, és egy olyan agresszió és gyűlöletkeltés, amire ennek az országnak nincsen szüksége. Népszava címlap szemben a miniszterelnöki beszéddel, bár az is ott van, és természetesen ezt emelik ki címben, az előbb álnaív voltam, 12 évre tervez Orbán Viktor, nem mínuszban, hanem pluszban. Agyelszívás, már 13.800 fiatal tanul külhoni egyetemeken, egy év alatt 12%-kal nőtt azok száma, akik úgy döntöttek, kint próbálnak szerencsét, háromból egy magyar diák külföldön marad. És hát most itt az érettségék kapcsán derült az ki, hogy az érettségiző diákoknak majdnem a fele azt tervezi, hogy külföldön folytatja a tanulmányait, amivel akkor nem lenne baj, hogyha nyilvánvalóan pár évet valaki külföldön tölt, külföldön tanul, szerez egy diplomát, és utána visszajön Magyarországra, és itt kamatoztatja a tudását. De hát sajnos nem erről van szó, mert akik ennyire fiatalon elmennek, azoknak a nagy többsége már ott alapít családot, ott lesznek kapcsolataik, ott lesznek barátaik, és nem fognak visszajönni. Úgyhogy ezért is borzasztó, bocsánat, még egy fél mondat az elején, még ott, amikor kezdtük a műsort, vagy kezdték a műsort, akkor ugye az volt az egyik mulatságos rész, hogy mire büszke Balogh miniszter úr az elmúlt 4 évéből. Jó, ugye nagy péntek munkaszünete. Igen, igen, én azt gondolom, hogy ez vérlázító, hogyha egy olyan miniszter, akihez a teljes oktatásügy, a teljes egészségügy, a kultúra tartozik, 4 évből ennyit gondol felmutatni. Jó, de azt azért meg túlzásra azt mondja, hogy akkor ő erre büszke csak, tehát nem ezt mondta, hogy csak erre büszke, és lehet, hogy a következő, amire büszke, éppen csak egy hajszállal választja el attól, amire a legbüszkébb. Na mindegy, szerintem ezt nem tudjuk, ugye? Nem tudjuk elmondani. Hát, engem azért ez megdöbbentett. Jó, hogy erre, igen, erre, hogy erre a legbüszkébb. Büszke. Igen. Igen, itt közben kinyitottam a Blikket, ugye két olyan hír is, amit ugye említettünk, hogy újra nagypapa lesz Orbán Viktor. Ugye itt van az a fotósorozat, ami alapján erre következtetnek. Meg hát ugye itt is a második oldalon tulajdonképpen azt taglalják, hogy 2030-ig tervez a kormányfő. Ön szerint a DK tud valami újat hozni egyébként a politizálásba? Most annak van az itt az ideje, hogy végig gondoljuk, hogy mi történt, és tudja, pontosan megértsük azt, hogy mi történt. Az LMP is azt mondja, hogy valami új kell,
a Jobbik nagyon azt mondja. De mit mond a DK? Nyilvánvalóan először nagyon meg kell azt gondolni, és végig kell elemezni, hogy mi történt itt a választásokon, és utána annak megfelelően kell cselekedni. Egy biztos, most lesz Budapesten két nagyon fontos időközi választás, és ezen a két fontos időközi választáson a polgármestert választ a 8. kerület és a 15. kerület. Itt biztos, hogy egy jelöltet kell majd a Fidesz polgármester jelöltjével szembeállítani, és szerintem ebből a választásból annyit megértettek az ellenzéki pártok, hogy most ebben a két ügyben itt a két időközi választáson lesz együttműködés. Elfogyott az időn. Köszönjük szépen, hogy köszönöm szépen, ma reggel átnéztük a lapokat, és kicsit beszélgettünk Óbudáról is. Köszönöm.